Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jól van srácok, értettem, én eljutott az üzenet, és igen, tudom, hogy nagyon hiányoznak a shooterek nektek a csatornámon, tudom, hogy sokan vagytok itt azért, mert értékelitek a munkásságomat, amit a shooterek videókba beleraktam, és higgyétek el, nekem is hiányzott, tehát tényleg eljutott az üzenet, és nekem is hiányoznak a shooterek, és mind a mai napig, eddig a percig így nem nagyon találtam olyat, amivel nagyon lehetne. Jó, igen, persze, Necroad, de mi van a Battlefield, de mi van akkor, értem. Tudom, az igazság az, hogy teljesen őszintén lenni. Ugye azért kezdtem el a Warframe-mel játszani, mert kellett a szünet, ki kellett, hogy kapcsoljam az agyam a sok Warframe-ről. A Call of Duty ugye természetesen már nem nyújtott olyan élvezeti faktort, mint régebben. Több mint 10 évig kodoztam, és ott már tényleg mindent kimerítettem, amit lehet tudni, és én nem vagyok az a driftor fajta, aki bemutat fegyvereket, hogy ezt rak rá, azt rak rá, és ennyivel jobb lesz a teljesítménye. Így inkább nem beszélek, ha nincs beszélni valóm az adott játékról. Attól függetlenül a Black Ops 3-nak a multiját megvettem, és nagyon élvezem, nincs semmi baj vele, csak ritkán játszom, mert így tudjátok, amikor oda mész, és bekapcsolod, és tudod, hogy már túl ismerős, és már annyira nem. Ugye a másik réteg, aki követte a videóimat, ez a Battlefield-es réteg srácok. No para, jó? Tehát nem kell izgulni. Ivaszott Battlefieldről van szó. Úgyhogy amint kijön a Battlefield 1, lesz Battlefield 1, tehát törekszem megvásárolni a játékot, tudom, európai körúton vagyok, és egy laptopra vagyok limitálva, jelenleg is csak azért tudok videókat csinálni, mert Magyarországon állomásozom éppen, és akkor hozzáférek mindenhez, ami kell, hogy ez megtörténhessen, és az igazság az, hogy emiatt eléggé limitált a dolog. Na most ugye Battlefieldesek, ne izguljatok, Battlefield 1 kijön, lesz Battlefield, de a másik az több mint 1000 órán van lassan Battlefield, vagy 1000 körüli órán van Battlefieldbe, rohadt sokat pofáztam róla. Tudom, hogy sokat is változott a játék az elmúlt egy évben, viszont amikor már így rohadt sokat pofázol róla, és már kurva sokat játszol vele, és eléred a maximális szintet, a 140-es szintet, kimaxoltad tényleg a fegyvereknek a 98%-át kimaxoltam, napokban fedeztem föl, hogy kimaradt egy kb. Szóval nem annyira fun már a játék, se beszélni róla, se játszani vele, úgyhogy egy kicsit azt is szüneteltetük. Mindez az oka, hogy Warframe-et kezdtem. Na most, viszont mit láttatok most itt a képernyőn? Overwatch. Úgyhogy srácok, azt kell mondjam, hogy az Overwatch lesz a választottam. És tudom, olyan ez a játék, hogy így nézi az ember YouTube videókon keresztül, és hát ez is egy shooter, legalábbis én így álltam hozzá, hogy ez is egy shooter, és így nem nagyon dobbantotta meg a szívem, amíg néztem a videóknál, viszont volt ott egy meggyőző erő a gamer világból, és az egyrészt az, hogy a PC-sek dicsérték a játékot, másrészt az, hogy 9 millióan vásárolták meg az első héten, szóval mikor már ugye a Call of Duty haldoklik, egy ilyen kompetitív shooterről beszélünk, nem egy Battlefield kategóriáról, mert nekem hiányzik ez a fajta shooter, ahol a Call of Duty haldoklik, és a Team Fortress meg nem élvezett, akkor megjelenik egy ilyen játék, mint az Overwatch, és így mondom, hát adjunk neki egy esélyt, nézzük meg, hogy mi a jó Isten. A játék, amit láthattok, a leges-legelső játékom. Aki nem tudja, azok most elmondom, mindig úgy szeretek feltölteni shooterekről videókat, hogy nem válogatom ki a legjobb játékaimat, hanem amit egy nap letolok, azok lesznek. És az nulladik szintől láthatjátok a játékot, szerintem egyébként nagyon-nagyon jó sikerült, nem tudom, figyeltétek el. Szóval lehet, hogy ez is nagyban hozzájárult az, hogy most nekem ez megtetszett ez a játék, de nagyon-nagyon-nagyon kellemes csalódás volt az Overwatch. Néztem a videókat, és tényleg ismeritek azt az érzést, amikor megjelenik, jön egy új sütő, jön az új Battlefield, és így kiráz a hideg a látványától, az egész gameplaytől, mindentől, és ezt az Overwatch-ra nem éreztem, nem éreztem a kodnál se, ez a félreértés ne essék. A Battlefield egy is úgy érdekes lesz, de nekem még nem tűnik olyan régnek, hogy egy világháborús játékkal játszak, de az, hogy első világháborús, az igen-igen érdekesre tette a dolgokat. Ugyanígy néztem az Overwatch-ot is, hát mondom, 9 millió játékos már csak tud valamit, vagy érte a bétán valami 12 millióan vettek részt, vagy valami ilyesmi, és mindenki dicséri ezt a játékot, hogy megvettem,
letöltöttem, úgyhogy srácok, ez a játék elsőre, és most tényleg objektíven ítélek meg ennyi év shooterezés után, itt már nem a hype-ról van szó, vagy attól, hogy sikerélményem volt az első perc ebben a játékban. Ez a játék az elmúlt 10 évben ez egyik legértelmesebb shooter, ami odakint van, azt kell mondjam. A Cségóban sokan csalnak, a Team Fortress nem mindenkinek az ízlés. Azért hasonlítottam a Team Fortress-hez, mert van némi ilyen kis szál benne. És ugye nem mindenkinek az ínye, és itt van ez a játék, ami ez a Boots on the Ground, amire manapság vágyik mindenki, teljes mértékben ebből a szempontból leszámítva speckó képességeket, amivel a karakterek bírnak. De mindenki meg tudja, a karakterekben mindenki meg tudja találni a maga a számára megfelelő játékos, vagy karaktert és játékstílust, mert annyira változatos, és emiatt talán emiatt érzem annyira magamot. Én természetesen mihez értek a legjobban, helyből ki is választottam a Soldier 76-et, mert hogy azt tud futni, mert hogy annak van egy gépfegyvere, és ez be is jött helyből, tehát hihetetlen jó választás volt, helyből mit tudom én 5 kill streakkel vagy 7 kill streakkel indítottam, egy nulla szintről, full ismeretlen pályáról, és full minden ismeretlen volt benne, úgyhogy elképesztően kellemes csalódás volt a játék. Az Overwatch-ot ajánlom szeretettel, objektív véleményről beszélünk, a Reaper-től attól kiborultam, az mindig el tudod kapni. Szóval objektív véleményről beszélek itt már, ez egy olyan játék, amire érdemes odaadni a pénzt, főleg, hogyha olcsóbb lesz, akkor végképp, mert a nagyon szar shooterek között, amik kint vannak manapság, értem most már ide sajnos, ha tetszik, hanem a Call of Duty-nak az elmúlt részeit is, talán egy kicsit kivéve a Black Ops 3-at, mert az tényleg egész élvezetes. Szóval nagyon szar shooter világ, vagy a nagyon gyenge minőségű játékok között, amik manapság kijönnek, itt van egy ilyen, hogy Overwatch, és ez egész minőséginek tűnik. Meglátjuk, hogy mi lesz vele még a jövőben, de egyelőre nagyon jó. Úgyhogy srácok, Overwatch lesz, és megalakul a télná Overwatchban is, úgyhogy aki eljutott ideig a videó nézegetésben, de amúgy is csinálok majd egy toborzó videót, bejelent jelölni engem battle.net-en, mindenkit visszajelölök, de kérlek korlátozódjatok csak arra, akinek az Overwatch megvan, mert nekem nincs meg Diablo, nincs meg a többi battle.net-es játék, csak ez az egy, úgyhogy korlátozódjunk az Overwatch-ra, és a télná most már live Overwatch-ban is, és remélem, hogy ti, kedves nézőközönségek, amik a shooterek miatt vagytok itt, tetszeni fog az Overwatch, remélem sokan megvettétek, és sokan bejelöltök, mert egy új irányt és sorozatot szeretnék bemutatni az Overwatch-sal, és szeretnék megközelíteni azzal, hogy megint csak a shooterekben egy kicsit jobbak legyünk, egy kicsit jobban teljesítjük, és természetesen, ahogy szokott lenni ez a csatornámon, jobban teljesítsünk más játékokban is. Tehát nem kifejezetten Overwatch-ra húzzuk rá ezt a dolgot, de ott is természetesen jó lesz, és hát mindenre felhasználom az elmúlt éveim tapasztalatát, és ja, de arról meglepetés, mert biztos vagyok benne, hogy nem sokan jutottatok el eddig a videóig, aki eljutott a videó végéig, annak macska bugyi, a kommentben le kell írni, hogy macska bugyi, és akkor tudom, hogy addig eljutottatok, macska bugyi. Na, szevasztok, köszönöm a figyelmet, következő videóig.